Een jaar geleden werd het kabinet Rutte geïnstalleerd. Een minderheidskabinet dat kan regeren dankzij de gedoogsteun van de PVV. De standpunten van de PVV, tegen Europa, tegen de islam en immigratie en de nadruk op nationalistische normen en waarden, hebben bij meer politieke partijen in Europa voor electoraal succes gezorgd. Wat Orbán is doing is clearly not democratic. This is not. In deze serie ga ik op zoek naar de macht en aantrekkingskracht van de populisten in Europa. Welk toekomstperspectief bieden ze de kiezer en in hoeverre kunnen ze hun beloftes waarmaken? Ezek tényleges munkahelyek és tényleges munkavégzés történik. Meer dan traditionele partijen claimen populistische politici dat ze de stem van het volk vertegenwoordigen en zetten ze zich af tegen wat zij noemen de culturele en politieke elite van het land. Zo past premier Orbán in Hongarije naar believen de wetgeving aan zonder enig overleg met andere partijen. Te beginnen met de grondwet. Oh my God! What do you mean by oh my God? Quite many people. Quite many people. Despite the weather. Despite the weather. But what does it mean that there are so many people today? It means that when you find that people recognize that this is what we have to do, we have to show that we do not agree with this government. Are you surprised? Yeah, to be honest, I'm surprised. It's great to see how many people are here. It's great to see. Dat is Buda en dat is Pest. En met 2 miljoen inwoners is dit het absolute centrum van Hongarije. Hier in Budapest zetelt ook de politieke macht, die sinds anderhalf jaar in handen is van minister-president Viktor Orbán. Hij boekte vorig jaar een grote verkiezingsoverwinning en heeft in het Hongaarse parlement een absolute meerderheid. Miniszterelnöki tisztségemből eredő feladataimat a magyar köztársaság fejlődésének előmozdítása és az alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segélyen. Maar de populaire premier van vorig jaar wordt door steeds meer mensen een populist genoemd. Want met een serie aan wetten en regels heeft hij de vrijheden van de Hongaarse burger beperkt, maar ook de woede aangewakkerd. En de grote vraag is wat dit voor deze jonge democratie gaat betekenen. Want na de val van het communisme bestaat die democratie hier 20, 25 jaar. En de jonge democratie is ook een kwetsbare democratie. Nem arról van szó, hogy a kormány pusztán rossz döntéseket hoz. A harmadik köztársaságot, amit 89-ben ezen a napon, október 23-án kiáltottak ki, megdöntötték. A kormány új rendszert épít, de nekünk nem tetszik ez a rendszer. Nem tetszik! Nem tetszik! Nem tetszik! What is your personal motivation to join this demonstration? The main problem for me is the performance of the actual Fidesz government in the last 1.5 years, and I think now a lot of people are kind of realizing whom they gave their vote for, and after all the anti-democratic measures of the government, they are just starting to getting really unsatisfied about it. Could you give an example of your criticism against the Orbán administration? Cigányok ellen a hajléktalan, mindenkivel összeugrasztanak.
Ez igen. Az utcában, ahol lakom, a boltok előterébe rengeteg hajléktalan aludt éjszakánként. Egyszer csak varázsütésre eltűntek. Ezek talán most a Csepeli erdőben vannak, vagy ki tudja hol. Tehát a hajléktalanokat kiűzték az én utcámból, és fáj a szívem értük. Certainly one has to tell one thing quite clearly, that they have crushed the democracy and they have annihilated the rule of law. Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkart, a küzd ellenséggel. Ik ben in Boedapest tijdens de herdenking van de Hongaarse opstand tegen de Russen in 1956. Ooit werden bij de val van het communisme letterlijk de hamer en sikkel uit de Hongaarse vlag geknipt. Nu staan aan de andere kant van de stad tienduizenden te demonstreren tegen het kabinet van premier Viktor Orbán en zijn Fidesz-partij. Orbán heeft een tweederde meerderheid in het parlement en jaagt er in hoog tempo en zonder overleg wetten doorheen. Er zou zelfs sprake zijn van een neoconservatieve revolutie. Dit is een van die prachtige zalen van het Hongaarse parlement. En ik ben onderweg naar Gabriele Szalmeci. Zij is parlementariër voor de Fidesz-partij. En ik ben benieuwd hoe zij reageert op al die kritiek die tijdens de demonstratie te horen was. Hi. My name is Szalmeci Gabriele. Paul Rosemeyer, Icon Television. Gisteren was er een grote demonstratie hier in Boedapest tegen de regering. Er staan allemaal foto's in de kranten. En ik vroeg me af, was u verrast door de opkomst tijdens die demonstratie? Want het was ongelooflijk druk. Igazából ebből az 1,6 milliós városból 10-15-20 ezeren gyűltek össze egy ilyen demonstráció vagy megemlékezés kapcsán. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy most egy október 23-ai ünnepség volt-e, vagy szimplán egy tüntetés, vagy pedig a két eseményt összekötötték az állampolgárok. Szóval a lényeget illetően azt hiszem, hogy egy akkora átalakításnál, amiben a Nemzeti Ügyek Kormánya belefogott, nyilván vannak érdeksérelmek, legalábbis reméljük, hogy csak az elején vannak érdeksérelmek. Mire sikerül ezt az átszervezést, ezt az ország átalakítást befejeznünk, megcsinálunk, mondjuk a ciklus végére, 2014-re, én nagyon remélem, hogy ezek az emberek is, akik most kimentek tüntetni, ezek lesznek az élet területén olyan dolgok, amelyekkel elégedettek lesznek. Arról is meg tudok mindenkit nyugtatni, hogy Magyarországot nem fenyegeti az, hogy a demokrácia sérülni fog, legalábbis amíg Orbán Viktor és kormánya irányítja az országot, addig hát garantálni tudom azt, hogy itt az emberi jogok és a demokrácia egy fikarcit sem sérülhet. Er is niets aan de hand, aldus Szalmeci. Eerder, op de demonstratie, sprak ik Dora Polgar, 21 jaar en student politicologie. Zij werd landelijk bekend toen ze bij eerdere protesten het woord voerde en 30.000 mensen toesprak. What is your ambition to start a political career or? I'm not sure yet. I'm really, really interested in politics and I find it really just beautiful and so exciting. But I don't know yet. Is it difficult to mobilize the people in Hungary? Yes, I think so. Yeah? Yeah. You know, it's such a young democracy. We are not very used to that. We have to go out on the streets to articulate our interests. Most people lack this belief that we can really have an impact on where your thing is going. So, this is the university. This is your university? This is my university. Okay. So it's beautiful. You were born and raised after the regime change from 89, right? How would you describe your generation?
democratic values are really just natural for us. We learn to live with them because these democratic values are, they are in our veins because we so love them and we don't want to let it go. When we did the first student movements, our slogan was that we don't want to be the last generation that grew up in a democracy. And we really want to fight for these values. And do you fear that, that you're the last generation that grows up in a democracy? I fear the risk that I may be the last one. I feel it. Because what Orbán Viktor is doing is clearly not democratic. This is not. Why is it not democratic what he is doing? Because he got support from the majority of parliament. But receiving support does not mean that you have the right to do anti-democratic measures. And for example, they wrote a new constitution in a few months' time. How can you write a constitution in a few months' time? Well, if the constitution is good. Of course it's not good. Of course it isn't. Why not? Because this is so full of values that only this governing party believes are true. This is such a heavy, conservative religious text, which is quite strange for most of the society. In die nieuwe grondwet wordt onder meer het huwelijk tussen man en vrouw als enige verbintenis erkend. En wordt de rol van het constitutionele hof, die het democratische gehalte van de wetgeving controleert, ingeperkt. Verder komt er een aantal fundamentele wetten. Die kunnen alleen met een 2/3 meerderheid door het parlement worden gewijzigd. Wie in de toekomst iets wil veranderen, zal dus net zo'n grote meerderheid als de huidige regering achter zich moeten krijgen. The Hungarian Constitutional Court was one of the strongest constitutional courts in the whole world. And they just hate the Constitutional Court because it can cause them trouble when they want to push through such laws that may be against the Constitution. And they are trying to eliminate all the system checks and balances. So many of us were waiting for this government. So many wanted a change after the socialist government. And now what we have to see is that they are not better. Ik ben op weg naar Gyöngyöspata, een plattelandsdorpje van zo'n 3000 mensen met 1000 Roma-zigeuners. En het is in Gyöngyöspata waar de regering een werkverschaffingsproject is begonnen. Het is een nieuw project om mensen die een uitkering hebben aan het werk te sturen. En de vraag is natuurlijk onder welke omstandigheden dat gebeurt. De regering Orbán heeft beloofd de werkloosheid groots aan te pakken. Wat nu nog een experiment is, moet per 1 januari landelijk worden ingevoerd. Honderdduizenden werklozen zijn dan verplicht voor de overheid te werken. Voor 60% van het minimumloon. Men moet onder andere dijken bouwen, wegen aanleggen en bossen ontginnen. Wie niet werkt, verliest 3 jaar lang zijn uitkering. Ezeket a bozódokat vágunk, amik itt vannak. Hát napi 500 méter vagy 1 kilométert meg kell csinálnunk. Olyan szerszámokkal, ami 1 forintot nem érnek, nincsen élik. Hát nem lehet úgy őket használni. Na, menjetek. Wat bent u aan het doen? Mit csinálnak éppen? Mit csinálunk? Dolgozunk. Mely werken? Pucoljuk a utat kifele. Bent u verplicht om dit werk te doen? Ik. En wat zou er gebeuren als u dit werk niet zou doen, als u het zou weigeren? Dan ben ik een sociale segéd, als dat 25.000 forintot. Maar misschien is het ook wel beter om te werken in plaats van een uitkering te krijgen. Hát, mit mondják magának, mit mondják? Az, hogy kapunk 60.000 forintot, kapunk ezért a munkájuk. Háromszor azt is. Ezt is háromszorra kapjuk meg, 20.000 forintot, és ha kikapjuk a 20.000 forintot, abból nem tudunk se villant fizetni, se vizet, semmit, mert az a 20.000 forint semmi. Lezárják a villanyunkat, lezárják a vizet, ma félromáknak le van zárva a víz, villany le lesz zárva, gázunk le lesz zárva, mindenünk le lesz zárva. Mert ebből a pénzből nem tudunk fizetni semmit. Ik kan me voorstellen dat u zoveel mogelijk mensen van een uitkering naar werk wilt helpen. En dat werk ook heel goed is voor mensen. Maar ik heb er eigenlijk 2 vragen over. De eerste is, zijn het echte banen
die mensen verrichten. En de tweede is, dan krijgen ze wel een minimumloon, zoals dat ook in Hongarije bestaat. Igen, ezek tényleges munkahelyek és tényleges munkavégzés történik. Nagyon jók a tapasztalataink, tehát pár hónapja indult, nagyon jó a tapasztalatunk. Aki részt vesz ebben a közmunkaprogramban, az azt mondja, hogy lelkileg lépett egyet előre, és újra úgy érzi, hogy hasznos tagja a társadalomnak, és most azt érzi reggelente, amikor elindul a munkába, hogy nem kell szégyenkeznie például a gyerekei előtt, hogy nincs munkája. En wat heeft het eigenlijk voor zin om deze bosweg te verbreden? Het is goed dat als ze hier naar de therapie komen, dat ze iets naar huis kunnen gaan. Als we ons kanker doen, wat we moeten doen, is het een eigen terrein. Als we het eigen terrein hebben, dan hebben we geen verband meer. In het project zijn de Roma oververtegenwoordigd. Van de groep die aan de rand van het dorp woont, is het overgrote deel werkloos. Volgens de Roma worden zij verplicht te werk gesteld, terwijl de regels bij de Hongaren minder strikt worden gehanteerd. Ook Beatrix, 21 jaar, moet elke dag aan de slag. Ik heb een lijn om de schade als ik hart. Je woont op voetstand dat ik in woon het jevers. Alles is bij mij het mek hart. Ja, zal met die zwegenstek. Dus als uitaatel was ik, ik ben te met depressie. En mijn uitaatel is het dolop betort. Maar als je die keizersnee hebt gehad, als je kind is overleden, als je depressief bent, hoe kan het dan dat ze je dwingen dit werk te doen? Een korman zat naar toe, ik had meer problemen van. Ik was meer geschakeld en ik kreeg het waarom. Nam ik er ook keer halen, nam ik er ook niet lopen, niet beter niet. Had ik haar best met hoe je even je kapiezen met. Naast Fidesz is ook het extreemrechtse en antisemitische Jobbik hier populair. De partij die 17% van de stemmen haalde en ooit opgericht werd door oud-Fidesz-leden, roept premier Orbán regelmatig op zijn beleid te verharden. Jobbik-burgemeester Oskar Juhasz leidt in Gyöngyöspata het werkverschaffingsproject. Hát mi itt nem akarunk megállni. A cigányságnak a fő három vonulata a következő. Szociális hálón való élősködés különböző segélyekből, a másik a megélhetési gyermekgyártás, a harmadik pedig a kőkemény bűnözés. A leggyakoribb eset, hogy egy-egy személy vagy egy-egy család a háromnak a keverékével viselkedik. Wat vindt u van dit projekt, dit werkgelegenheidsprojekt? Ez a közmunkaprogram hasznos elemeket épített magába. Most ez a start minta program, amit a kormány ugye elkészített. Látható, hogy ők ezt belátták, hogy ez egy járható út, és ezen kell elindulni. Hiszen szakítunk azzal a két évtizedes gyakorlattal, hogy a cigányt egy alanyi jogon segélyezésre jogosult személynek tekintjük. En is een Hongaar voor u gelijk aan een Roma, als hij hier in dit land mag wonen? Csak kétfajta embert ismerünk, mi nem vagyunk rasszisták, aki építi a települést és aki rombolja. Mindez fajra, bőrszínre, életkorra, nemre, ideológiára való tekintet nélkül. Aki hasznos tagja a helyi közösségnek, azt mindenben támogatjuk, aki viszont rombolóvá válik az és bűnözést követel, zéró tolerancia elvét hirdettük meg. Nou wil de Fidesz-regering van dit project een heel groot project maken in Hongarije om mensen met een uitkering aan het werk te helpen. Wat vindt u daarvan? Hát ebbe nem lesz semmi. Ezt nem így kell visszahozni, hogy elvették az egész gyarakot, eladtak mindent Magyarországnak, mert eddig volt rendes munkahelyünk, dolgoztunk gyarakba, dolgoztunk, ez nem munka. Ez csak egy szenvedés nekünk. Csak azért, hogy éhen meg ne halljunk, ez csak erre pótol minket. Hogy legyen a gyerekünknek minden nap kenyér, de nagyon sokszor nincs, hogy asztalon nincs kenyerünk se. Mert ebből a pénzből. És most 4 hónapot adtak nekünk eddig a szerződés. 4 hónap után hova megyünk? Utána megint nincs munka. Ez nem hogy feljebb vigyen minket, hanem sőt lejjebb siessz minket. És mert nagy úr szűk marokkal mér, de amikor ad,
akkor bőven ad. Premier Viktor Orbán heeft de parlementaire macht om zijn land te veranderen. En doet dat ook. Maar waar komt die populariteit vandaan? Ik ontmoet in Budapest Zsuzsa Szeleni. Eerder filmde de icoon haar in 1990. Toen jonge studenten, vol idealen en lid van Fidesz. We are young people today and we hope that we are a part of a long-term revolution. Fidesz, when it was established, it was a youth party and with a fresh, very liberal, very democratic, very open-minded politics with very strong democratic basis. Kiváll a magyar nemzet! Tényleges, sajtó, szólás, lelkiismereti, oktatás és társulási szervezkedési szabadságot! Orbán, hier op beelden uit 1990, richt in de nadagen van het communisme met vrienden Fidesz op. Een jongerenbeweging die zich laat inspireren door het Poolse Solidarność. Valójában akkor, 1956-ban vette el tőlünk mai fiataloktól jövőnket a Magyar Szocialista Munkáspárt. He was a real proper revolutionary leader. Very charismatic, very strong. Very easy to follow. But why did you leave? I left for various reasons. First of all, I think by 1994, Fidesz gave up a lot of its original missions. Somehow, Viktor Orbán understood that being in the middle is not a winning position, and there was a vacuum on the right. So he actually turned the party very quickly to the right. So I had a problem on ideological level. I just didn't like the shift, and I didn't like that he could do it in so quickly. Could you explain why Fidesz was so successful during the elections last year? Many of the votes was a single protest vote. A socialist-led government was leading Hungary for 8 years, and they did not manage very well. In 2010, Fidesz campaign was a silent campaign. They were sitting and waiting that the socialists fail. From the first day since Fidesz is on power, they say that whatever they do, that they say that this is what people wanted them to do. Mm-hmm. But it's not the truth, because they didn't say what they would do, so people didn't know. So this they are building on this huge legitimacy all the time. They don't refer to any consultation. They just say, we are in power, so we do. And this, what we do is what people want. This is a very populist idea. Would you really call him a populist? He's a populist. He's a clear populist, the best possible I can imagine. He can speak to any group of public, and he can make people think that he is the one who is representing their interest. Een van de meest omstreden nieuwe initiatieven van de regering Orbán is de nieuwe mediawet, die volgens critici de persvrijheid in Hongarije aan banden legt. Zelfs in het Europees Parlement leidde dit tot veel tumult. Ziehen Sie das Gesetz zurück und bringen Sie es mit, bringen Sie ein besseres, ein neues ein, ein ausgewogenes Mediengesetz in Ungarn. Vielen Dank. De wet voorziet in de oprichting van een mediaraad. Die kan forse boetes uitdelen wanneer men programma's onevenwichtig of immoreel vindt. Alle leden van de raad zijn Fidesz-afgevaardigden. Er is geen enkel onafhankelijk lid. Et que vous croyez que monsieur Bush trouvait l'information sur Abu Ghraib équilibrée? Bien sûr que non. Vous êtes sur le chemin de devenir un Chavez européen, un national populiste. Radio. Dit is het gebouw van Club Radio met populaire talk radio programma's. En hier moeten ze dus gevolgen ondervinden van die nieuwe mediawet. En de vraag is, trekken ze zich er iets van aan of niet? Op wat voor manier beïnvloedt de nieuwe wet jullie radiostation Club Radio? Az nagyon bonyolult, de hogy még érthetőbb legyen, senki nem tiltja meg ma egyik médiumnak sem, hogy közvetítse a tömegtüntetést. Csak az emberek érzékelik, hogyha itt akarnak élni, a médiumok érzékelik, hogy
mi az, amivel még talán nem bosszantják fel a hatalmat, és ez segíti a továbbélésüket. Akkor a kérdésére közvetlenül válaszolva, semmilyen közvetlen instrukció nem befolyásolja, a törvény semmilyen módon nem korlátozza a klubrádió szabadságát. De a klubrádiónak már alig van pénze arra, hogy fönn tudja tartani önmagát, mert nem feltétlenül a törvény, hanem az a környezet, ami körülveszi, az ide a hivatalosan a kormány pénzt nem ad, a vállalkozások pedig nagyon óvatosak, hogy nehogy véletlenül megmérgesítsék magukra a kormányt. Normális körülmények között a média beszámolt volna erről. Egyedül a klubrádió közvetítette élőben. Sehol máshogy, tehát televízióban nem lehetett követni élőben, és aztán a híradásokban pedig csak elvétve fordult elő baleseti hírek után. Semmi más nem akarunk, csak normális, demokratikus működést. Hát szerintem ezt féltem. Tényleg sajnálom, hogy van bennem indulat, mert tudom, hogy az egy profi nem mutatja az indulatait, de nagyon veszélyes korszakában van Magyarország. Európában egy kicsit szokatlan, illetve hát irigyelt a Fidesz-KDNP szövetség pozíciója, hiszen nem szokványos az, hogy kétharmados felhatalmazással rendelkezik egy kormánykoalíció a parlamentben. Ez a kétharmados többség egyébként úgy született, hogy a választópolgárok megértették azt, hogy ahhoz, hogy az országnak végre új alkotmánya legyen, ahhoz, hogy alapvető törvényeket lehessen módosítani, és ahhoz, hogy az egész országot át tudjuk szervezni, hiszen ez a rendszerváltozás óta egy nagy örökségünk, ahhoz kell a kétharmad. Tehát mindenféleképpen azt tudom mondani, hogy egy teljesen demokratikus alapon tudatosan létrejött többség az, ami a Fidesz és a KDNP szövetség, illetve a kormány kezében van. What would be the impact of this demonstration on the government? I don't think this demonstration itself will have an impact on the government. The task now is to organize the forces that are still not represented in the parliament. This may be exactly the beginning of forming political forces of this civil movement. Volgende week ben ik in het Italiaanse Verona, een stad die bestuurd wordt door de populairste burgemeester van het land, Flavio Tosi. Hoi. Paolo Rosenauer. Scusi, non parlo italiano. En Tosi is lid van de populistische Lega Nord, een partij die Italië voor de Italianen wil houden. Tolleranza zero! Sotto zero!